uraim, kedves vendégeink! Karcagváros önkormányzata, valamint a Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzat képviselőtestületének tagjait, a kitüntetésben részesült vendégeinket, hozzátartozóikat és a kedves televízió nézőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm dr. Lévai Olgát, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, karcagi járási hivatalának hivatalvezető helyettesét. Tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat. Köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm főtiszteletű Steinbach József urat, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét, mai ünnepségünk szónokát. Köszöntöm nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a Nagykunsági Református Egyházkerület esperesét. Tisztelt ünneplő közösség! Több szempontból is fontos számunkra a mai nap. A kézhez vett meghívó hátoldalán is szereplő kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823 elején fejezte be a himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 1993 óta ezen rendezvények keretében tüntetik ki a pedagógusokat, mint ahogyan a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében 2017-től a Karcagváros kultúrájáért és a Karcagváros sportjáért kitüntető díja átadó ünnepségére is e jeles nap tiszteletére szervezett ünnepségek keretében kerül sor. Tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel felkérem főtiszteletű Steinbach József urat, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét ünnepi köszöntője megtartásával. Igen, tisztelt polgármester úr, elnök úr, esperes úr, főgondnok úr, megye és a város vezetői, kedves karcagi polgárok, igen, tisztelt ünneplő közösség. Nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy Dunántúli református püspökként Karcagon a Magyar Kultúra Napján szólhatok Önökhöz. Amikor a kultúra kifejezést hallom, nekem, mint egyházi embernek azonnal Isten igéje és annak dokumentuma, a Biblia jut eszembe, amely az élő és éltető Isten örök rendjét ajándékozza nekünk, mert ehhez a rendhez igazodva teljesedhet ki igazán az ember élete. Ez az isteni, életet kiteljesítő mennyei rend a kultúra. Az a kultúra, amit méltán annak nevezhetünk, hiszen ezt az isteni rendet jeleníti meg, képviseli, építi és adja tovább. Ebből a rendből, kultúrából következik az úgynevezett életrendek megjelenése, amelyek Isten dicsőségét és az ember javát szolgálják. Ez egy teológiai kifejezés, a kultúrából rend, a rendből pedig életrend következik. És ahogy tovább megyek, mindjárt érteni fogjuk, hogy miről van szó. Ilyen életrend a családi életrend.
Egy férfi és egy nő házassága, örök szövetsége, a gyermekáldás fontossága, a családi közösség megbecsülése. A családok évében, 2018-ban ezt különösen is fontos hangsúlyozni. A családi életrend mellett ilyen életrend a gazdasági életrend, amit a munka és pihenés, a hétköznap és ünnep egységében kellene megélnünk. De ide a gazdasági életrend területéhez tartozik, ilyen izgalmas témákra gondolok, mint a gazdagság és a szegénység kérdése. A vagyon kérdése. Tudva ebben az isteni rendben, hogy minden istené, és ha nekünk sok van, az azt jelenti, hogy nem minden a miénk abból, csak nálunk rakta le azt az Isten, hogy továbbadjuk azt másoknak, miközben persze örülhetünk a minket megillető jogos résznek. Vegyük komolyan azt is ebben a gazdasági életrendben, hogy boldog ember az, aki tudja, hogy neki van. Aki tudja, hogy neki mennyi mindene van, nem állandóan panaszkodik, hanem észreveszi azt, ami van, ezért hálát tud adni, és ettől már kiteljesedik az élete. A családi és a gazdasági életrend mellett ilyen életrend a szűkebb értelemben vett kulturális életrend. A tudomány felismerései. A művészet szent lelkesen ihletett alkotásai. A vallás és az élőhit gyakorlása. Mindezeket Istennek kedves módon, céllal és mederben megvalósítva. És végezetül ilyen életrend a politikai életrend. Az állam működése, a hatalom megnyilvánulása, mint a kultúra része, amelynek igenis Isten akaratából az is a rendeltetése, hogy a bűn, a rossz, a gonosz áradását visszafogja és biztosítsa a rendet. A mi feladatunk imádkozni a hatalmon lévőkért. Tesszük-e ezt? Hogy hatalmukat a szó legeredetibb értelmében szolgálatnak tekintsék, azzal Isten dicsőségére és sokak javára élhessenek, és ne visszaéljenek azzal. A fenti eddig vázolt biblikus kultúra értelmezés lehetőséget ad nekünk arra, hogy mások kultúráját tisztelve, megismerve, mert szabad nyitottnak lenni, azt belélegezve, kilélegezzük a magunk kultúráját, a magunkét, a sajátunkat, azt, ami a miénk, ami egyértelműen hirdeti, hogy kik voltunk, kik vagyunk, hova tartozunk, és merre tartunk. Ezért a kultúra identitásképző. Ezért beszélünk hálaadással, örömmel, tisztelettel magyar kultúráról. És ezért ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Hadd hangsúlyozzam, mert ez nagyon fontos. Megismerni, megbecsülni, rácsodálkozni, továbbadni a sajátunkat, azt, ami a miénk. Mert csak az tud másokat tisztelni, aki először a sajátját ismeri, tiszteli, szereti és védelmezi. Ne távoli világokba vágódjunk, amíg a közvetlen környezetünket, hagyományainkat, hitünket, felfedezéseinket, alkotásainkat, kultúránk szépségeit
kincseinket nem ismerjük igazán. Márpedig a magyar kultúrának számos kincse van. És a fenti biblikus kultúra értelmezésbe a magyar kultúra minden eleme befogható. Csak válogatás és megkülönböztetés nélkül sorolok néhányat ezekből. Településeink hagyományai. A népajkán született dalok. A kezeik között készült eszközök és ételek. A történelmi örökségünket hirdető kastélyok, kúriák, épületek, templomok. Ezek műveltsége. Szervező és közvetítő ereje, hite. Nem is beszélve a kulturális térről, természeti szépségeinkről, tudományos felfedezéseinkről, irodalmi és képzőművészeti alkotásainkról, zenéinkről, színházainkról, filmjeinkről, és ezek egyik legfontosabb hordozójáról, szeretett anyanyelvünkről. Csodálkozzunk rá, kedves ünneplők! Milyen sajátos, páratlan kincs az, ami nekünk adatott. Pedagógusokat is tüntetünk ki, de nem csak nekik szól, hogy adjuk ezeket a kincseket tovább. A következő generációnak. Figyelve a jelen felgyorsult, ellentmondásos, nehezen értelmezhető világában is az értékekre, felelős szűrővel, türelmes szeretettel, és mégis Isten tökéletes szűrőire hagyatkozva. Csak néhány példát mondok mindezekre, és a magyar kultúra kincseire, a sajátunkra, amely identitás képző. Egy idős barátom minden évben elvisz túrázni valahová az életterünk közelébe, és elszégyellem magam. Itt élek, mondom magamban, 30 éve. És eddig nem ismertem ezt a gyönyörűséges forrást, tisztást, a közvetlenül mellettünk lévő erdőben. De jó, hogy tovább adta nekem. Adjam tovább én is. Ne mondjuk, hogy erre nincs időnk. A lányaimat rendszeresen visszük színházba. Már nagyok, lassan kirepülnek. Örkén István egy általam korábban alig ismert darabját tekintettük meg a közelmúltban, a Kulcskeresőket. Kedves ünneplők, szíven csapott bennünket a darab. Utána hetekig erről beszélgettünk, és közben közösségé, családdá lettünk. Épültünk, szinte a mennyei világgal lett találkozásunk. Vagy soroljam tovább a példákat. Szinte eláll a lélegzetem, amikor Bartók harmadik zongoraversenyét meghallom. Naponta imádságként dúdolom Kodály Psalmus Hungaricusát. Vagy említsen Munkácsi rőzsehordó lányát, számomra egy igehirdetés. Nem is beszélve József Attila sorairól. Mert aki az idegen nyelvek kultuszában még mindig rá tud csodálkozni a magyar nyelv páratlan szépségére, annak áldott és egészséges a nemzeti önazonossága. József Attila ugyan szerelmes versnek írta az ódát, de hazánkat, a mieinket, nyelvünket, értékeinket ugyanilyen szerelemmel lehet szeretni. Nem is beszélve arról, hogy ezt az érzést ilyen formában leírni, hogy az József Attila tette, csak a mi nyelvünkön lehet. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint fényt a termek, lángot a lélek, szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak,
Minden mozdulatodat őrzöm, mint hulló tárgyukat a föld, elmémbe, mint fémbe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves, szép alak. Lényed, ott minden lényeget kitölt. Csodálkozzunk rá, milyen szent lelkesen, ihletetten gyönyörű, és a miénk. A magyar kultúra napja Kölcsei himnuszához, nemzeti himnuszunk megalkotásához kötődik. Ez a költemény nem csak magasztos történelmünk viharos évszázadait idézi fel, hanem közben Isten megtartó kegyelmét is hirdeti. És a legfontosabb, áldásért fohászkodik. Isten áld meg a magyart. És itt van a lényeg, amit különösképpen szeretnék hangsúlyozni ebben az ünnepi beszédben. Himnuszunk rámutat magyar kultúrán keretére, keresztény örökségünkre, keresztény kultúránkra, szembesít bennünket ezer éves örökségünkkel. Himnuszunk rámutat arra, én hadd mondjam így egyházi emberként, hogy Jézus Krisztusban megtartó Istenünk van, és megtartó Istenünk állása nélkülözhetetlen. Mert, és ez a mi örömünk, az áldott Isten megáld bennünket, hogy mi is áldássá lehessünk a ránk bizottak számára. Isten áld meg a magyart, hogy áldássá lehessünk. A keresztény hitből pedig egy olyan örökkévaló értékrendszer következik, vitathatatlan értékek, normák, amelyek figyelembevételen nélkül nem lehet egészséges egyéni, házassági, családi, közösségi, társadalmi életet élni. A kereszténység hirdeti, hogy van út, van biztos út, hogy nem minden relatív. És a kereszténység hirdeti, hogy ha van út, akkor vannak korlátok, amelyek az úton tartanak. A szabadság fontos, a szabadság áldás, a szabadság Isten ajándéka, de a szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. A szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. Kereszténységünkből reménység következik, mert hisszük, hogy van jövő. Hisszük, hogy van kibontakozás. Tehát tele vagyunk örömmel, tele vagyunk reménységgel, tele vagyunk alázatos büszkeséggel, miközben valljuk, hogy szükségünk van Isten áldására, szükségünk van egymásra, szükségünk van a hitből fakadó reményre és szeretetre. Én nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek meghívásukkal. Nagy dolog ez számomra. Isten áldja meg önöket, Isten áldja meg Karcagot, Isten áldja meg a régiót, Isten áldja meg a magyart. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Megköszönöm főtiszteletű Steinbach József püspök úr ünnepi gondolatait. Tisztelt ünneplő közösség! A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere a szolgálati emlékérem elismerést adományozta Gál Andrásné óvodapedagógus részére nyugdíjba vonulása alkalmából. Andrásné a Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körúti óvodájának óvodapedagógusa. Munkáját mindenkor a pontosság, lelki ismeretesség, egyenletesség jellemzi. A gyermekek nevelését, személyiség fejlesztését a mindennapi munkájában magas szinten végzi. A gyermek szeretet áthatja nevelő munkáját. A gyermekcsoportban megvalósított projektek közül kiemelkedő a helytörténet megismertetése. Az OVI galériában megszervezte a helyi alkotóművészek kiállításait.
a művészi alkotások megtekintése, a művészetekkel való találkozás a gyermekek, szülők, pedagógusok számára élménygazdag programot kínált. Az eltelt 4 évtized során bizonyította, hogy az új iránt nyitott, igényes nevelői egyéniség. Az óvodai nevelés és művészetek eszközeivel program megvalósítása során kiemelkedő eredményeket ért el. A néphagyományápolás a program egyik alappillére. A Születet és a Pünkösdöt a szülőkkel közösen szervezte, mely a hagyományok átörökítését, a partneri kapcsolatok erősítését jól szolgálta. Pedagógiai, módszertani, kultúrája magas szintű, óvodapedagógusi munkáját példaértékűen látta el. Felkérem Gál Andrásné óvodapedagógust, hogy a miniszteri szolgálati emlékére elismerést szíveskedjék Dobos László polgármester úrtól átvenni. Hiszen a kitüntetettet a kollégák és az óvodások nevében köszönti Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Intézmény vezetője. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztere a miniszteri elismerő oklevél elismerést adományozta Ferencné Varga Ildikó pedagógus részére. Ferencné Varga Ildikó pedagógus 41 éves színvonalas, következetes munkájával nagy mértékben hozzájárult a Karcagi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének jó hírnevéhez. Tamborán kívüli munkájában is alkotó pedagógus, aki a diákok érdekeit képviselve mindig azt tartotta szem előtt, hogyan tudna hasznára válni környezetének. Közel 20 éven át, mint diák önkormányzat vezető pedagógus, szervezte a diák önkormányzati rendezvényeket, vetélkedőket, a Kiskulcsosi Hét programjait, ünnepségeket, nyári táborokat, alapítványi bálokat. 2010-ben vehette át a Karcagváros kultúrájáért kitüntető díjat. Felkérem Ferencné Varga Ildikó pedagógust, hogy a miniszteri elismerő oklevelet Kisné Sós Ágnestől, a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesétől szíveskedjen átvenni. Kitüntetettet a kollégák és a tanulók nevében köszönti Plusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, és Futóné Szabó Margit, a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény vezetője. A miniszteri elismerő oklevél elismerést adományozta Kovács László néppedagógus részére. A 40 éves pedagógusi elhivatottságával, melyet végigkísért a gyermekek szeretete, példamutatóan részt vállalt a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének eredményes munkájában.
Az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munkája során arra törekedett, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz, képességeihez igazítva magyarázza meg tanítványainak az elsajátítandó tananyagot. A gyorsan változó iskolai világban a szülőket nagy türelemmel és kellő körültekintéssel igyekezett bevonni. Felkérem Kovács Lászlóné pedagógust, hogy a miniszteri elismerő oklevelet Kisné Sós Ágnestől, a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettesétől szíveskedjen átvenni. A kollégák és a tanulók nevében köszönti Pulusz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, és Futóné Szabó Margit, a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény vezetője. Ünnepi műsorunk következik, melyben a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Örökségünk című előadását láthatják. A műsor összeállította és tanította Domjáné Nagy Tünde. A Főnix diák színpad darabjának címe Kunkarcagi gyerek vagyok, írta Szabó Ildikó, átdolgozta Domjáné Nagy Tünde. A műsorban közreműködik a gimnázium Bel Canto kamara kórusa, vezeti és zongorán kísért Székely Éva. Kérem, fogadják szeretettel a műsorukat. Balsós, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Megbűvölte már a nép a múltat, sőven. Őseinket felhúzád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazád Bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hűs magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein értkalászt lengettél, Tokaj szőlő veszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálát vadt török sáncára, s nyögte Mátyás hús hadát Bécsnek húszjára. Aj, de bűneink miatt gyújt harag kebletben, s elsújtált villámidat dörgünk felvegetben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt ten fiat szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hár és völgybe száll, bús, kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Várállott, most kőhal, kedv s örömröpkedtek, halálhörgés, sinalom zajlik már helyette, s a
Szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnyen múl árvált bűszemű. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart, tengerén kínál. Balsors, akit régen té, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhödte már a nép a múltat. Sírve. Himnuszunk születése napját, január 22-ét, legújabbkori történelmünk avatta a magyar kultúra napjává. Ez az a nap, amikor fülhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését adhatja létünknek, amely megkülönböztet bennünket más népektől. Meghatározza, mit jelent számunkra magyarnak lenni. Magyarnak lenni. Tudod, mit jelent? Magasba vágyva tenyőni egy levelet. Mosolyogva, mint a méla őszi táj. Nem panaszolni senkinek, mi fáj. De túl minden bún, minden szenvedése. Önérzetünket nem feledve mégsem. Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség. Magyarnak lenni. Büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátokat. Ha küzdködő, ha szenvedő, ha sírva, viselni a sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltő morgulni minden magyar rögre, és hozzád örök. Thank you.
álmodát. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot! A templomot! És az iskolát! Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igényét magyarul. S gyermeketek az iskolában. Ne hallja szülői szavát. Ne hagyjátok a templomot! A templomot! És az iskolát! E templom, s iskola közt futkostam én is egykor, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekkorom. Azóta hányszor értem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot! A templomot, és az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján, s nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlatják templomul az út szélét, s az égbolt sátorát? Ne hagyjátok a templomot! A templomot, és az iskolát. Kicsi fehér templomotokban most minden erőt tömörül. Kicsi fehér templompadokban, még a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink. Szemükbe biztatás, vagy vár. Ne hagyjátok a templomot! A templomot, és az iskolát. Nem véletlen, hogy nemzeti értékeink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar sors, történelmünk viharos évszázadai sejlenek föl himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött, tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is. Így az oly sokszor énekelt vagy idézett sorok között Isten, áld meg a magyart! Mindig ott dobog, ott lüktet nemzeti sorsunk keserve, és az Isten áldása utáni könyörgés is. E bús imádságot dalolt a hajkam, mikor még nem is tudtam mit dalolni. Csak éreztem, hogy orgonás szavakban ezer év bújjakunk a lantalom. A végeken. Hogy mély magányban éltem, s rogostó gyásza szállt lelkem felett. A néma dacban, büszke szenvedésben, fajtám keserben, megértettelek. Edal dúdoltam ott fáradt hajakkal, az éghez oly közel járt a magyar dal. Kárpátok kormán ültem egyedül, s gondolkoztam Kölcsei felül. Ki fél szemével a jövőbe látott. Szent tártosunk, teljék be látomásod. Nálunk, magyaroknál, az anyanyelv még szorosabban összefügg a közösség lelki állapotával, még fontosabb a túlélés szempontjából, mint más nemzeteknél. Nyelvünk egybefonódik önazonosságunk tudatával. Az a tény, hogy anyanyelven magyar, és magyarul beszélek, gondolkodom, írok. Életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegen dúcaiban, metafizikai rejtékként. Ebben az egyedül való életben így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta többször gondolok rá, épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. A nagykorság szülöttéről, Györfi Istvánról Gézs Dula azt írta. A
a magyar nép tudósa volt. Szeretném így is mondani, a magyar nép lett tudósá benne. A neves néprajzkutató, tudós, egyetemi tanár írta le a következő, mára már szálló igévé vált gondolatot. Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést. Európa az egyéniséget keresi és értékeli bennünk, nem a tanulékonyságot. Ezt a gondolatot szülőföldünk a nagykunság helyzetére is vonatkoztathatjuk. A magyarság sem arra kíváncsi, hogy a kunság mit vesz át a magyar kultúrából, hanem hogy mi, mivel gyarapítjuk a magyar nemzeti kultúrát. Húzzá! Eladósul
néha pártában maradnának. Na, itt van már a Bibliája. Mert maga mindig csak a járjának kedves. Mert meg azért elsüszültem a Jóska. Ki tudja, éle hal-e? De hiszen kaptunk hírt belőle, édesanyám. Üzentek el ezt apjának, hogy ne akarjunk kettem, jól van. Most a saját sorsát kell rendeznie, az az elég való. No, látod-e Mariskám, a Jóska gyerek punkarcagi legényt én még a híres debreceni kollégiumba is megállja a helyét. Nem kell azt félteni, amint tud, hazajön a cétusból, Isten segedelmével egészségesen. No meg aztán, hogy mindenkiből ember faragnak. Jegyző, de akármi pap is lehet belőle. Adjon Isten jó estét! Nagyon ugatott a kutya! Talán meddig itt együtt ebben az esős időben? Fogadj Isten először! Kerüljél be egyet! Találkozunk itt el a hajékkal! Asszony, hozz egy kovarat az én jó bandi szomszédomnak! Ne maradjon szomjam! Aztán jó csukd be az ajtót! Mi nálatszódjon, mirük beszélgetünk! Ígyunk a magyar szabadság! Jaj, de jó volt! Jaj, de rég volt! De még most is megdobogtatja a szívem, akárhányszor csak rá gondolok. Na mesélj el hát, szomszéd! Március 15-e ígyre, hamar eljutottám a nagykunságba is. 20-án már olyan 4 gyűlésfélét tartottak kis új szálláson, azért ottam, mert az akkori kunkapitány Illési János oravalósi volt. Na hát aztán, ez az Illési János, ez Kossuthnak nagy híve volt, az örömmel üdvözölt a pesti eseményeket. Azt beszélték, még küldöttséget is választottak, hogy nagyra becsülésüket kifejezzi. Kossuthnak még ajándékot is vittek. Egy aranytollat ezzel a felirattal. Kossuth Lajosnak a nagykunok, március 3, 1848. A népgyűlés után, mint minden nagykun település, Karcon is összecsődítette a lakóit, hogy tájékoztassa őket az országot érintő változtatásokról. Azonnal leváltották a kerület országgyűlési követét, a túrkerei Kerész Mihály. Apám, igazsapám, beszéljen arról is, hogy azt szerveztek itt nemzetőrséget? Na nézd már, aki itt Kófic, hogy beleszúrt a főnőttek jogába. Na, de jót mondom. Állik, hogy kiirdette az országgyűlési rendeletet, ám meg is indult a szervezés. Először madarasul gyűjtötték be a fegyvereket, s hitták be a hazájukat szerető nagykunokat nemzetőrnek. No, de azért, hogy egy kicsit eldicsekedjek, a legtöbben karcagról vonultak be, szám szerint 168-an. Arról Lászlóra vezetésére. Bizony, fiaim! A kunok közt a legfőbb Berénynek számította az állítóló fegyveres szolgálat? Még önkéntes adományokkal is segítettük a szervezést. Képzeljétek! Az országban elsőként a Jászkun nemzetőrök arcoltak a szabadságért. Nyáron. De még ősszel is az ákat védték Szent Tamásnál a szervek ellen. Ott volt meg elsőnek Csányi Feri. Lovas trombitásó, Isten nyugosztalja. No de! Hát amikor az országgyűlés Debrecenbe költözött, Szolnoki Balaton, onnan szekereken hozták őket tovább. Most azt mondják, hogy amikor itt jártak a városba, az a szekér, ami a Szent Koronát szállította, felborult. Mit beszélsz már össze-vissza, hagyjuk csak szó beszélj, az senki se tudja biztosan. Hát hogy megmondnám, Parti? Hiszen ott voltam, a saját két szememmel láttam, hogy egy szekér felborult, egy lábor elsett róla, valami nagy figyességgel meg elborult. Az csak a Szent Korona lehetett? Örjön. Hál' Istennek, jó irányba! Jóska, kedves bátyám,
Maci. Gyertek, egyetek, vigyatok. Biztosan megijesztetek a hosszú úton. Osztán közben, meséljétek már le! Mi történt veletek ez idő alatt? Kérlek, bátyám, üljön le mellé. Biztosan elfáradt hosszú úton. Köszönöm a szépség vitálásán. Hát ezt hogy is kezdjem? Annyi minden történt velünk karácsonyban. Miként haladtok előre a tudományokban? Bizony mondom, bátyám, büszke lett a fiának. Jó magatartásával, hatalmas szorgalmával, és nem mellesleg igen csavaros kúr észjárásával, igencsak fölé emelkedett. Nagy megtiszteltetés is ért áll a napokban. Ez hatalmas, mi ez a megtiszteltetés? Professzoraim a tudományokban való gyenes előmenetelem alapján kiválasztottak, és a következő évtől a préceptorként fogunk tanítani a karszegiuszkora diákjait. Jó hírre gyűjtetek, Fili! Atyai szívemet büszkeség járja által. Az én Jóska fiam tanító lesz a karcagi iskolában. Na erre ígyunk! Oszlán, meséljetek! Miként megy sorsotok a híres debreceni kollégiumba? Nem panaszkodhatunk, édesapám. Sokat kell tanulni, főleg latinul, de hál' Istennek professzorai megbesülnek minket. Akkor arra is lehetőséget kaptunk, hogy mi magunk is tanítsunk, hiszen végzős diákok vagyunk. Az alsó klasszisokban járó diákokat tanítottuk, természetesen magyarul. A diákok életét pedig a cégus irányítja, akik egy törvényszéket is létrehoztak, hogy a kollégium igen szigorú házirendjét betartassák a diákokkal. Helyes. Szigorúan kell nevelni a fiatalságot, önteni a fejükbe a tudományt. Mert magát csak a tudományos életi. Hát nem lehetek egyszerűen, hogy Jóska milyen sobáját. Minden csontja az örök. Adnak egy rendetek gyerekem. Adnak, sose aggódjon édesanyám. Péntekenként pedig önképző körbe is járunk, ahol a verselés, illetőleg a szónoklás meses tudományát is elsajátunk. Én már sokszor megítem a kukorica kapálást. Sokat álltam már életemben. De azt tudom, hogy aki ilyen szépen tanul, énekel, ma meg szólokol, azt a Jóisten is papnak teremtette. Meglehet bárki. Ez így van. De te se szerénykedjél Marci papám. Hiszen most mondom el akkor te az édesapámnak és édesanyámnak, hogy Marci nem véletlenül van itt köztünk. Legátus diák én, aki a kollégium követekény érkezett a karthagyi református gyülekezetbe. A húsvét Isten tiszteleteken prédikálasson. A nagy tiszteleti úr áldását vette a dologra, prédikált a nagy templomban. Kedves szüleimnek pedig arra kérem, kosztot kvártékezzenek számára. Ez aztán a megtiszteltetés, komám. Egy leendő papot láthatsz vendégül a házadban. A nagykónok mindig is híresek volt az a vendég szeretetnek. Úgy tartalak, fiam, mint a sajátom volna. Köszönöm, bátya. Én pedig azt tudom, elbúcsúzom. Még magam is hozzá kell érjen, még nem tűnt el. Az Isten áll. Isten áll. Isten áll. No, valamint meg már lesz egy préceptorunk és egy legátusunk is. Akkor beszéljünk már arról a debreceni diákról, aki korábban sokszor volt ide beosztva legációra. És a karcagi nép sokáig emlegette. Végül aztán költő lett belőle. Tudják, kékentek ki voltak. Költő? Itt Karcagon? Ugyan már Bandi bácsi, miket beszél itt össze-vissza? Nem adott a mi kisvárosunk helyet a költői tudományoknak? Végy, de felvágták a nyelvedet, diák. Most kifele tanulni rendben. Addig meg te lássanak, mi bennem esetben az összes jó szállt. Tudod, milyenek ezek a fiúk? Lenni az, de tanulja meg, hogy nemeljen. Vagy az bárkát? Maga biztosan emlékszik arra a legátusra, aki korábban többször is tartott prédikációt a nagy templomban. Hogy ne emlékezni? Míg az öregapám mesélt, hogy valami költő is prédikált itt a karcagiaknak. Pontosan arról a legátusról beszélünk. Hogy is hívták? Segítsen már, komám! Csokonai! Híres költő volt az azokban a régi időkben. Úgy voltak! Ezt mit hallottál róla, Bandi komám? Hát képzeljék, azt beszélték, hogy egyszer ez a Csokonai, ugye, karcagra volt behozva legációra. Nagyon készült a prédikálásra, nehogy szégyenbe maradjék a karcagi nép előtt. De azt mondták az öregek, hogy iszogatni meg beszélgetni is nagyon szeretett a költő. Ezáltal mindig el volt késve. Jóformán akkor szaladtak át a barátjával a templomba, amikor már régen elhúzták a harangokat. Egyszer Barron úr a mék, mert hogy ugye hálott volt elszállásról, meghagyták, mielőtt általmentek a templomba, hogy
noszogassa őket a szakácsné, hogy el ne késjenek. Aztán a jó asszony többször is beszólt az iszogató fiúknak, hogy menjenek már, mert már régen elhúzták egy ülekező harangot. A fiatal csokor egy túl meg azt kérdezte, hogyan tud maga itt ilyen nyugodtan ülni, miközben már régen össze kellett volna szedni a gondolatait a prédikáláshoz. Erre azt lehet a költő, nekem minden a fejemben van már. Az igaz a Bibliában meg le van írva az ágendás könyvben, nem tévezhetem el. A könyv meg kikészítve van a pohászékre, csak föl kell kapni, aztán mehetünk. Tudják, hogy kentek, hogy tréfálta meg őket az a verseny? Hogy te tudnám, komán? Ígyzeléke. Kicseríti az ágendás könyvet a pohászékre, a szakás könyvet. Hogyan már, Barzi? Hát hogy cserélhetem volna össze a szakás könyvet a legátus ágendás könyvivel? Gondoltam azt, hogy vele szólsz. Hát ugyanolyan nagyságú, meg színű volt a két könyv. Így. Az utolsó haragszókor rohantálok egy fiú. Csokorai fölkapta a pohár szintűr a könyvet, hozt urcú neki fa kereszt, lélekszakadva rohantak a templomi. A gyülekezet nem igen vette észre a késést, de azért Csokorai is igen meglepődött, amikor a könyve az ecetes uborka eltevési nélkült. Azt hirtelen fel is olvasta belőle, bejtöltve egy ecettel. Egy beleszibe jutott, milyen fölényesen mondta a szakásnének, hogy neki minden a fejébe van. Na de hát, azt hogy látod magát a rosszabbult helyzetből? Én is tudom. Letette a könyvet, azt elkezdett beszélni. Kíváncsian várták a karcagi atyafiak, hogy mit fog kihozni az ifjú legárdus? Az ecetbűn meg az uborkában. Azt mondták, igencsak szép prédikációt tartott Csokonai az Úr Jézus szenvedésére. Nagyon szépen belevette azt is, hogy amikor Jézus szenvedett a keresztván, ecetes pontját nyújtottak neki, hogy azzal is meveljék szenvedését. A karcagiak még évek múlva is emlegették, milyen szépen prédikált a legátus. Édes öcsém, azt kívánom néked, hogy te is ilyen szép prédikációkat tartsák a karcagi gyerekek. Megtisztel bárkát! Apa, Jóska, édesanyám, jöttek a legények uralni! Na, adjunk!
Köszönjük szépen a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulóinak és pedagógusainak az előadást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletben biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat, a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Gyulainé Nagy Zsuzsanna, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa részére. Zsuzsanna 1993 és 1995 között a Kutenúti óvodában dolgozott, 1996-tól a Táncsics körút 19 óvodában lát el óvodapedagógusi feladatot. 2007. szeptembere óta a testnevelés, gyógytestnevelés szakmai munkaközösség vezetője, mely munkaközösség 20 éve működik. A Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai hetek és a Madarász Imre pedagógiai napok keretében bemutató foglalkozásokat tartott több alkalommal munkaközösség vezetőként. Az udvari élet gazdagítására játékgyűjteményt készítettek. A bolondozó sportoló játékos vetélkedőt szervezte 2000 és 2008 között pedagógusok számára sportdélután keretében. 18 alkalommal került megrendezésre a Kejfej Jancsi ügyességi vetélkedők vezetésével, irányításával. 1993 óta tartásjavító torna vezetését végzi, ahol a gyermekek lábstatikai problémáit és enyhe gerincdeformitásait korrigálja. A foglalkozások vezetése, szakmai tartalma példaértékű mind a 9 óvodában működő tartásjavító csoport számára. A Sportolj Velünk sportágakat népszerűsítő projekteket a Nemzeti Tehetségprogram támogatja, melynek szakmai megvalósítója volt. Óvodai csoportjában kiemelt jelentőségűnek tartja a helyi értékek megismertetését, melynek keretében helyismereti projekteket dolgoznak föl. Az intézmény Kun Rózsa Kamara kórusának aktív tagja. Gyulainé Nagy Zsuzsanna szakvizsgázott óvodapedagógusként, az óvodapedagógiai, az óvodai mozgásfejlesztés területén aktívan, eredményesen, folyamatos megújulásra készen tevékenykedik. Szakmai tudása, minta és példa az intézmény óvodapedagógusai, a testnevelés, gyógytestnevelés szakmai munkaközösség tagjai számára. Felkérem Gyulainé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógust, hogy a kitüntetés szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester útról. A kollégák és az óvodások nevében köszönti Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Csányiné Nagy Julianna, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai tagintézményének pedagógusa részére. Csányiné Nagy Julianna pedagógus egész életét meghatározta a gyermekek és a zene szeretete. Már középiskolás korában bekapcsolódott a Városi Kamarazene és Vegyeskar munkájába.
Mindkét együttesel megyei és országos versenyekre, találkozókra járt, egy évig segédkarnagyként is dolgozott. Évtizedeken keresztül az iskolai énekkart vezette, akikkel számos iskolai és iskolán kívüli rendezvényen felléptek. Az éneklő ifjúság minősítő hangversenyein bronz, majd több ezüst minősítés után arany minősítést értek el tanítványaival. Évtizedek óta nagyon jó kapcsolatot ápol az énekkar a református gyülekezettel, hiszen a kiskulcsosi református templom megépülése előtt az istentiszteleteket az iskolában tartották. 2005. augusztus 21-i felszentelése óta az új templomban tartják a zenei világnapot, az adventi hangversenyeket a zenét kedvelőknek. Munkája másik részét a könyvtáros tevékenysége jelenti. A tagintézmény minden tanulója tagja a könyvtárnak, akik rendszeresen kérik segítségét. Könyvtár használati órákat is tart, melynek célja a könyvtár működésének megismerése, az olvasás megszeretetése. Aktívan részt vesz a könyvtáros tanárok városi munkaközösségében. Felkérem Csányiné Nagy Julián a pedagógust, hogy a kitüntetést szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester úrtól. Tankerület nevében köszönti Kisné Sós Ágnes, a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese. A kollégák és a tanulók nevében köszönti Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, valamint Futóné Szabó Margit, a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tanintézmény vezetője. Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Csinádné Bakó Éva Erzsébet, a Györfi István Katolikus Általános Iskola pedagógusa részére. Csinádné Bakó Éva Erzsébet általános iskolai tanítói oklevelét énekkönyvtár szakkollégiummal 1980-ban a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerezte. Pályakezdőként az általános iskola és diákotthonban kezdte meg tanítói pályafutását. 1990-től lett a Györfi István általános iskola tanítója. Az alsó tagozat szakmai munkáját munkaközösség vezetőként és igazgató helyettesként is irányította. Kiemelkedő nevelő-oktató munkája elismeréseként az iskola érdekében végzett áldozatos tevékenységéért a nevelőtestület 2005-ben Györfi emlékplakettet adományozott részére. Számos iskolai program rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója. Lelki ismerettségének, kimagasló munkabírásának és töretlen lelkesedésének köszönhetően feladatait mindig maradéktalanul ellátja. Szakmája iránt elhivatott. Nevelő-oktató munkáját az igényesség, következetesség és eredményesség jellemzi. Tanóráin és osztályfőnöki tevékenysége során a tanulók személyiség fejlesztésére is nagy gondot fordít. Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart a rábízott gyermekek szüleivel. Kezdetektől fogva szívügye a tehetséggondozás, de a támogatásra szorulókat is felkarolja és önzetlenül segíti.
Tanítványai városi, megyei és országos szintű tanulmányi, kulturális és művészeti versenyeken szerepelnek kiemelkedően szép eredménnyel. A kor kihívásaira mindig az elsők között próbált választ keresni. Korán felismerte a számítógép jelentőségét, a minőségfejlesztés fontosságát az oktatásban. 1999-ben oktatási informatikusi végzettséget, 2012-ben okleveles minőségfejlesztő tanári oklevelet szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Munkatársai gyerekeket szerető, munkájára igényes, precíz kollégának tartják, elismerik, hiszen szakmai felkészültsége, módszertani tudástára példamutató. Egész életét áthatja a pedagógusi elhivatottság, a gyermekek szeretete, a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége. Felkérem Csinátné Bakó Éva Erzsébet pedagógust, hogy a kitüntetést szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester úrtól. Kollégák és a tanulók nevében köszönti Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatója. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat, a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Gálnóci Ferenc, a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium pedagógusa részére. Gálnóci Ferenc mezőkövesdi születésű, büszke, félmatyó, félnemesi származására, amely az utóbbi évtizedben kun öntudattal is színesedett. Általános iskolába és gimnáziumba szülővárosában járt. Az első olvasmány élmények meghatározóan formálták a magyar nyelvhez, irodalomhoz fűződő viszonyát. 1996-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem filozófia tanszékén kezdte meg felsőfokú tanulmányait, majd a következő tanévben a magyar irodalom szakot is felvette. 2002-ben kapta kézbe filozófia magyar irodalom középiskolai tanári diplomáját. Ebben az esztendőben a Szolnoki Humán Intézet magángimnázium tanáraként kezdte meg pedagógusi munkáját. 2003-tól tagja a Karcagi Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium nevelő testületének. Karcagon alapított családot 2010-ben. Irodalomtanárként fontosnak tartja, hogy a törzsanyag mellett megemlítésre kerüljenek a karcagi, kunsági vonatkozású irodalmi alkotások, ide kötődő alkotók. Ismeri Karcag kultúr és irodalom történeti emlékeit, és igyekszik óráin továbbadni ezen tudását. Minden évben szavaló versenyre viszi tehetséges tanulóit. Szorgalmazza, hogy az iskola diákjai szerepeljenek városi, régiós rendezvényeken, és szívesen vállalja felkészítésüket. 2015-ben és 2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium felkérésére összeállított műsorban vállalt aktív szerepet, mint felkészítő és koordinátor. 2010-től a Karcagi Bengecseg Alapítvány önkénteseként, majd munkatársaként hozzájárul az alapítvány helyi, népi kulturális értékeket korszerűen megőrző, átadó tevékenység működéséhez. Az Iringó Tánckör visszajáró tagjaként minden évben részt vállal a tánckör műsoraiban. 2012 óta városi kulturális események sokoldalú szereplője,
felolvas, szaval, énekel, könyvbemutatók előadója. Rendszeresen vállalja helytörténeti írásos munkák korrektúrázását. Felkérem Gálnóczi Ferenc pedagógust, hogy a kitüntetést szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester úrtól. Kitüntetettet a kollégák és a tanulók nevében köszönti Gyökeres Sándor, a Szent Annai Sámuel Középiskola és Kollégium igazgatója. Szorongatom, egy pár szót szeretnék csak mondani, 45 percre vagyok kalibrálva, de ne ijedjenek meg, ez most kicsit rövidebb lesz. Minap olvastam Arany Jánosról, mint pedagógusról szól ez a könyv, és ebben az alábbi részletet. Az egyik diákja írta nagykörösen 1858-ban egy fogalmazásában a következőket, idézem. Tanuljunk kitartó szorgalommal, nem csak önhasznunkért, hogy így az önzők rút nevét érdemeljük meg, de tanuljunk, igyekezzünk a közjóért, hogy hazánk dicsősége oltárához legalább porszemecskékkel mi is hozzájárulhassunk. Mi, magyarok erőnkkel, talán már sohasem tehetjük magunkat híressé, elhaltak a döntő magyarok Árpád és Hunyadi, hátra van még előttünk egy út, a tudomány a művelődés útja. Ez az, mi által kötvátyollal fedett hazai dicsőségünket némileg kideríthetjük. Eddig az idézet. Arany, aki nagyon részletes lábjegyzetekkel látta el mindig a dolgozatokat, a következőt írta alá, jó. Azt gondolom, hogy én is ennek a projektnek a része vagyok 160 év elteltével is, és merem remélni, hogy több-kevesebb sikerrel teszem azoknak, akik így gondolják. Köszönöm a biztatást, a jó Istennek meg a segítséget. Köszönöm szépen. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munkájának elismeréseként adományozta Kolostyák Gyula részére. Kolostyák Gyula Karcagon született. Az Ádor úti általános iskola után a szolnoki gépipari szakközépiskolában folytatta tanulmányait, ahol 4 évig énekelt a 100 tagú fiúkórusban. Itt szerette meg az éneklést. 1991-ben nyílt lehetősége egy szolnoki tehetségkutató versenyen, hogy szóló énekesként is színpadra állhasson. Első sikereit Karcagon és környékén érte el. Később a folyamatos ismertségnek köszönhetően az ország más részein is bemutatkozhatott. Európa számos városában lépett már fel, 1997-től készülnek vele rendszeresen televíziós felvételek. 2000-ben az országos bordaléneklő verseny nóta kategóriájának a győztese volt. 2013-ban megrendezett 7. nóta olimpia legjobb férfi énekese díját kapta. 1997-től a Magyar Nóta és Dal Alapítvány kuratóriumának elnökeként is a Magyar Nóta népszerűsítéséért tevékenykedett Karcagon és környékén. 1999-ben adódott az ötlet, hogy Karcagon kerüljön megrendezésre egy szabadtéri nótás rendezvény, ahol a helyi gasztronómiát és a településünket is tudják népszerűsíteni. A rendezvény jó fogadtatásra talált, mely akkor a karcagi birkafőző verseny nevet kapta. Több mint 10 évig szervezte a versenyt, a szakmai zsűrit és a kulturális programokat. A megszaporodott feladatok szétosztásra kerültek, melyből továbbra is kiveszi részét
a szakmai zsűri koordinálása, valamint a nótaműsor szervezése terén. Az egykori rendező baráti társaság később a Karcagi Birkafőzők Egyesületévé alakult, melynek vezetőségi tagja. Továbbra is szívügyének tartja a Birkafőző Fesztivál, és természetesen a magyar nóta népszerűsítését, a nóta és egyéb szórakoztató műsorok szervezését. Felkérem Kolostyák Gyura urat, hogy a kitüntetést szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester úrtól. Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros sportjáért díj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletben biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros sportjáért díjat adományozza Lévainé Kovács Róza részére a sportéletben végzett kiemelkedő sportolói, valamint nevelő oktató munkájáért, szervezői tevékenységéért. Lévainé Kovács Róza matematika-fizika szakos tanárnő, aki 1983-ban a Besenyei György tanárképző főiskolán Nyíregyházán szerezte alapdiplomáját. Ma már mesterpedagógusként és szaktanácsadóként végzi igényes, magas színvonalú munkáját. A szakmai eredményeken túl a sport és annak ápolása mindig fontos volt számára. Úgy is, mint művelője, de úgy is, mint átadója. Már kezdő pedagógusként az élére állt a városi diáktűzoltó csapatnak, mellyel háromszor is országos első helyezést értek el, sok örömöt és élményt nyújtva a gyermekeknek és a városnak. 1972-től tájfutó, és azóta is töretlenül hódol ennek a szép sportnak. Olaszországban, Romániában, Szlovákiában országos versenyeken érmes helyezéseket elérve öregbítette a sportág, és nem utolsó sorban városunk hírnevét. A kupaversenyek rendszeres résztvevője és díjazottja. A mai napig heti 4-5 edzést végez, évente 25-30 versenyen vesz részt. Fontosnak tartja a fiatalok mozgásra nevelését. Ennek szellemében került be az általa szervezett határtalanul programok közé a játékos sportverseny, és az Erzsébet napközis táborok programjaiba a tájfutás alapjainak megtanítása. Nem csak mint pedagógus és tájfutó, hanem mint a Kovács Tehetségpont vezetője kiemelten támogatja a tehetségprogramokba beépített sportot, mozgást, tájékozódási futást. Ennek köszönhetően szervez versenyeket, készít tájfutó térképeket és tanítja tanítványait e nemes sport rejtelmeire. Felkérem Lévainé Kovács Róza pedagógust, hogy a kitüntetést szíveskedjék átvenni Dobos László polgármester úrtól. Kitüntetettet a tankerület nevében köszönti Kisné Sós Ágnes, a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettese. A kollégák és a tanulók nevében köszönti Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, és Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetője.
a kitüntetettet a Karcagi Sport Egyesület nevében köszönti edzője. És ebben férje. Hölgyeim és Uraim! 2017. december 5-i ülésén döntött a Hungarikum Bizottság arról, hogy a Magyar Értéktárba bejegyzésre kerül a magyarországi csipkeverés és varrás élő hagyománya, mely ezentúl egy kiemelkedő nemzeti érték címet visel. A kitüntető cím elnyeréséhez szívből gratulálunk, egyben köszönjük Fejesné Koppány Gabriella, valamint segítői áldozatos munkáját. A napokban tartotta a Magyar Diásport Szövetség díjátadó ünnepségét, ahol az ország oktatási intézményei az elmúlt időszak eredményei alapján kerültek jutalmazásra. Az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód kategória országos összehasonlításában a Karcagi Nagykonreformátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium második helyezést ért el. Az elért eredményhez természetesen szívből gratulálni, további sikereket kívánunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségünk végére értünk. Valamennyi kitüntetetnek szívből gratulálok, további munkájukhoz jó erőt, egészséget, sok sikert kívánok. Megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Megköszönöm a rendezvény valamennyi közreműködőjének és szervezőjének a munkáját, további szép estét, jó éjszakát kívánok Önöknek. Kérem, befejezésül hallgassák meg a Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Bel Canto kamarakórusának előadásában az Örökségünk című dalt. Yeah.
családba adom. A szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem nagyon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves díjazottak! Tisztelettel felkérem Kovács Sándor urat, a Jászlikun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét köszöntőjére, majd azt követően Dobos László polgármester urat pohár köszöntője megtartására. Tisztelt kitüntetettek, polgármester úr, püspök úr, esperes úr, tisztelt karcagiak! Felemelő érzés volt ma itt a Déridén művelődési központban ülni a Magyar Kultúra Napján, hiszen jó volt azt látni, hogy Karcag, a mi városunk, még mindig milyen gazdag. Gazdag történelemben, gazdag kultúrában, gazdag olyan fiatalokban, akik viszik ezt a kultúrát, és gazdag olyan emberekkel, akik ezt tanítják, akik életükkel példát tudnak mutatni. Jó érzés látni azt, hogy kultúrában, pedagógiában, hagyományokban az ország egyik leggazdagabb térsége vagyunk. Jó érzés azt látni, hogy ez mind a miénk. Jó érzés a kitüntetetteket látni, hiszen minden kitüntetethez engem is valami személyes élmény fűz. Minden kitüntetettet úgy éreztem, mintha engem is, vagy az egész várost kitüntették volna velük, pedig a kitüntetettek saját maguk dolgoztak meg ezért a díjért, és ezt a díjat az egész közösségtől kapták. Én gratulálok még egyszer minden kitüntetetnek, és örülök annak, hogy ennek a városnak a szülöttei és lakója lehetek, hiszen csodálatos kultúrával, csodálatos emberekkel rendelkezik. Mindenkinek még egyszer szívből gratulálok. Tisztelt püspök úr, esperes úr, elnök úr, tisztelt díjazottak, kitüntetettek, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy szóval büszkék vagyunk. Nagyon-nagyon örülök annak, és örültünk már akkor, amikor bejöttek a javaslatok, hogy ismételten nagyon sok pályázat érkezett, nagyon sok javaslat érkezett minden egyes kategóriában, és unalmas bár, de azt kell mondanom, hogy amit szoktak a zsűrizést, hogy nehéz volt a zsűri dolga, nagyon nehéz volt valóban kiválasztani a sok jó közül azokat, akik az idén megkaphatták a díjak bármelyikét. Igen, hát ahogy a nóta mondja, és itt hallhattuk is itt a színpadon a fiataloktól, nékünk nem parancsol senki, tehát elég makas népség a kunsági, néha egy-két matyó legény azért be tud ide törni, de hát hasonló lelkületűek a matyók is, és a hajdúk is közel állnak a mi identitásunkhoz, de nem szeretjük, hogyha felülről adják az ukázt, nyakasak vagyunk, makacsak vagyunk, viszont rendkívül tehetségesek, és ez évről évre bebizonyosodik, és évről évre tanulni lehetünk annak, hogy milyen sok tehetséges, szorgalmas ember él közöttünk, akikre valóban büszkék lehetünk, és akik nagyon-nagyon megküzdettek hosszú éveken keresztül azért, hogy tehetségük okán ezeket az elismeréseket megkaphassák. Sok erőt kívánok mindazoknak, akik még munkával töltik ezután is a napjaikat, akik nyugdíjba vonultak a kitüntetettek közül, azoknak pedig jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánok, és hagyj köszönjem meg azoknak a hozzátartozóknak, családtagoknak a segítségét, akik nyilván egy oszlop, egy támasz voltak mindig is
azok körül, akik ilyen eredményt érhettek el, hiszen az ő eredményük, a munkájuk, segítségük, türelmük is benne foglaltatik, és azoknak a közösségeknek is, akik között dolgoztak ezek az emberek, illetve dolgoznak és dolgozni fognak. Nagyon büszkék vagyunk, nagyon örülünk és szívből gratulálunk, és még egy dolgot, mielőtt a összecsendülnének a poharak, szívből gratulálok a Nagykun Református Gimnázium vezetésének, tanárainak, diákjainak azért, amiért ilyen szép estével ajándékoztak meg bennünket. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, külön hagy köszönjem meg Püspök úrnak azokat a bölcs gondolatokat, azokat az üzeneteket, amiket hallhattunk tőle a köszöntő beszédében. Megfogadjuk, megköszönjük, és örömmel hallottuk mindezeket, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelt jelenlévők, Hölgyeim és Uraim, emelem a poharam mindenki egészségére, további szép estét kívánva, jó étvágyat kívánok mindenkinek, jó szórakozást, jó beszélgetést kívánok. Kedves egészségünkre! Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk a magyar kultúráról, hiszen önnek is nagyon sok gondolat kavargott most a fejében az ünnepi műsor kapcsán, de mi az a legfontosabb, ami a magyar kultúrát jelenti önnek? Hát azt jelenti a magyar kultúra, amik vagyunk. Az egymás közötti kommunikációt, hogy ki tudjuk fejezni azokat a gondolatokat, amik a fejünkben vannak. Meg tudjuk fogalmazni, ez a magyar nyelv, ez a magyar kultúrának az alapja. Az a hagyomány, az a történelem, aminek részesei vagyunk, ami meghatározza az, hogy milyen emberek vagyunk, milyen emberek közössége, milyen nemzet vagyunk, ez a magyar kultúra, ez a mi kultúránk. És hát ennél, ezek nélkül nem lennénk igazából semmik. Nyelv nélkül, hagyomány nélkül, a régi szokások ismerete nélkül, a versek, a dalok nélkül, a regények, könyvek nélkül igazából semmik nem lennénk. Talán olyan állatok, mint akik legelnek a Hortobágyon. És hát azt gondolom, aki majd végignézi a televízióban a műsort, az láthatja, hogy Karcag azért nagyon sok műben szerepel, megjelenik versekben, különböző novellákban, regényekben. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadokban is fontos volt Karcag azoknak, akik a kultúrát alkották. Így van. Itt a Alföld, ennek ez a része, a nagykunság, benne Karcag, egy különleges vidék, egy különleges térsége a Kárpát-medencének, de azt gondolom, hogy a világnak is. Hiszen az itt élő emberek gondolkodása, világlátása, csavaros esze szerintem különlegessé teszi. Ezért voltak mindig, akár évszázadok ezelőtt is az utazók, akik ide jöttek, rácsodálkoztak erre a vidékre, rácsodálkoztak az itteni emberek gondolkodásmódjára, és talán most is így van. Látszott a diákok felkészültsége, látszott a kitüntetetteknek az életpályája. Én azt gondolom, és biztos, hogy nem elfogultság, amit mondom, ez egy különleges helye, Karcag egy különleges helye, és a nagykunság egy különleges helye a világnak, és hogyha ha nem lenne, akkor az egész világ lenne sokkal szegényebb, és örülök annak, hogy ennek a kultúrának, ennek a térségnek én is részese lehetek. És hát azt gondolom, mind a kettőn elmondhatjuk, hogy Karcag mindkettőnknek a szíve csücske. Így van, úgyhogy itt a püspök úr mondta itt a vallásos dolgokat, és hát a Jóisten kegyelméből ide születtünk. Úgyhogy lehet, hogy másnak egy kicsit poros, egy kicsit lapos, de mi ezt szeretjük, és így szeretjük. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Csányi Nagyon a Kiskocsisi Tagintézmény pedagógusa Karcagváros Kultúrájáért kapott először, szeretnék ehhez önnek gratulálni. Köszönöm szépen! Nagyon meghatódottam, még a méltatást olvasták önről, és azért hallottuk, hogy nagyon sokat köszönhet az énekkar is, de mellett azért a kétfelősi dolgokról sok-sok olyan dologról esett fel, ami azt gondolom, hogy önnek mindig is kedves volt. Mit jelent most ez a díj az ön számára, hiszen meghatódottan vette át? Hát nagyon örülök neki. Örülök neki, hogy az iskola vezetés érdemesnek tartotta arra, hogy felterjedtem erre a díjra. Egyébként meg egész életemben csak a munkámat csináltam, végeztem, amit nagyon szeretek. Énekkart
azt a pedagógiai munkámból kiemelném, mert nagyon szeretek vezényelni, meg nagyon szeretek a gyerekekkel énekelni. Sok gyerekkel sokat közösen énekelni. Köszönöm, hogy mi is hallottuk már több alkalommal az énekkatónakkel, hogy szépen is énekelne. Ez a több évtizede van a pályán. Ugye a kezdetet a kiskulcsosod, és hogy most hova jutott az iskola, látja a különbséget. Gondolom, hogy jó érzés kiskulcsoson tanítani. Jó érzés. Én ott kezdtem a pedagógus pályát, és ebben a tanévben, a tanév végén szeretnék nyugdíjba menni. Tehát ez volt az egyetlen egy iskola, ahol tanítottam. Akkor azt kívánom, hogy jöjjön el ez a tanév, és az unokákhoz pedig erőt kívánok önnek, és jó egészséget. Köszönöm szépen. Kovács Lászlóval beszélgetünk, aki a Kiskocsosi Tagintézményben dolgozott, ugyanúgy, mint Csányi Julika, de hát ön már elkezdhette a nyugdíjas éveket, azt gondolom, hogy sok-sok olyan év van ön mögött, ami nagyon emlékezetes. Mit jelent most ez a miniszteri elismerés az ön számára? Nagyon jól esett. Végül is, amikor az ember befejezi ennyi év után a pedagógusi pályafutását, akkor minden elismerés, akár a szülőktől, akár a kollégáktól, akár az igazgatónőtől, akár a tankerülettől nagyon jól esik. Hát azt gondolom, hogy tanítónőként sokkal nagyobb a felelősségeim, azt engem is azt gondolom, hiszen meg kell tanítani ezeket a kicsi gyerekeket írni, olvasni, és elindítani őket arra, hogy sok-sok mindent be tudjanak fogadni. Tehát egy ilyen pótoljuk a szerepet is, főleg ott a kiskocsosi iskolában, ahol azért egy zártabb közösség van, mindenki ismer mindenkit. Jól látom, én ezt hiszem, én is dolgoztam ott. Igen. Végül is én harmadik negyedikes voltam 40 évig, amíg dolgoztam, de ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy nagyon sokszor voltam pótmama és pótanyuka. A mi kicsikéink viszonylag egy zárt közösségben élnek, ennek ellenére igénylik azt, hogy az ember ismerje és szeresse őket. És már most ennyi év elteltével olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van, akinek az anyukáját, apukáját is tanítottuk, nem is egy, sőt három generációs családunk is van, akit tanítottam. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és nagyon jól esik, és amikor elköszöntünk egymástól, akkor az ilyen kedves emlékeket gyakran felidéztük. Szeptember 1-én reggel milyen érzés volt? Nagyon mindjárt minden volt a jöntetek, mert itt csengetés lenni. Bújtam mindenhová, csak a csengésztőt nem halljam, mert hogy a Szent Pál iskola közelében lakunk, és a szeptemberi első csengét is hallottam, nem esett jó. De hát tudom, hogy visszajön az iskolában, nem felejtettél a volt diákokat, kollégákat. Én jó egészséget kívánok önnek, és még egyszer gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Ferenc Ivalda Jelikóval beszélgetünk, aki szintén a kiskulcsosi iskolában tanított több évtizedig, és szeptemberben önnek is nem volt már becsengetés, ha jól tudom. Először szeretnék ehhez a díjhoz gratulálni, és láttam, hogy nagyon meghatódottan vette át. Igen, mindenképpen, hát jellemző, hogy én mindenen meghatódok, de ez azért volt leginkább, mert nagyon-nagyon jól esett. Azért ennyi év munkája után azért ez hálás dolog, hogy ilyen nagy elismerést kapunk. Még egyszer gratulálok hozzá, és kicsit tudjuk akkor vissza a szeptemberi becsengetése, hiszen Kovácsné Katikát is erről kérdeztem, hogy mit érzett a elsőjén. Hát én elsőjén kimentem, tehát én nem is tudom, hogy lettem volna, ha nem tudok az iskolában lenni. Végignéztem az évnyitót, végignéztem az aranyos szemű kis elsősöket, akik, ha nem jöttem volna nyugdíjba, akkor az én tanítványaim lettek volna, és nagyon ilyen szorongással, nem is tudom, mivel teli voltam ott, és akkor ahhoz képest is minden héten kimegyek, megnézem a volt tanítványokat, kartársakat, nagyon-nagyon hiányoznak. És hát azt gondolom, hogy itt, ahogy Katika is mondta, hogy már több generációt tanítottak, és egy elsősként meg azért még nagyon volt a felelősség, hiszen ön találkozott az óvodából érkező gyerekekkel, tehát most ha csúnyán szeretnék fogom is elnézést kérek érte, akkor vagy ön szeretette meg velük az iskolát, vagy örökre nem szerettek iskolába járni, de hát azért az első változat volt a jellemző. Így van, mindenképpen. Tehát igazából megszerettettük az iskolát, holott féltünk tőle, hogy majd gondok lesznek, de nagyon szerettek a gyerekek iskolába járni. Aki még azt mondom, hogy sokáig járjunk és nosztalgia az ünnepidőt az iskolában, és hát a nyugdíjas évekhez pedig erőt, egészséget kívánok, és még egyszer gratulálok a miniszteri elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem.
Először is szeretnék Kolostyák Gyula előadó művész szónak gratulálni a kitüntetéshez. Nagyon hatódott pedig azért, mert nem ez az első díja. Karszakváros önkormányzatától kaphatta meg ilyen díjat, ez mindenféleképpen megható. Ugye, amit a közművelődésért, a magyar kultúráért, vagy a városi kultúráért tettem, és én úgy gondolom, hogy a magyar kultúra szoros része az a magyar nótázás is, és a gasztronómiai kultúra, ugye, ami köré csoportosul az én tevékenységem, az, hogy magyar nótázok, rendezvényeket szervezek, és ugye itt a Karcagi Birkafőző Fesztivál, amiről mindenféleképpen említést kell, hogy tegyek, hiszen egy nagyon, nagyon sikeres rendezvény, amit elindítottam, és ezt szerintem ebbe a díjba ez is benne volt. És akkor az, ilyenkor az ember azért még büszkébb, hogy a szülővárosa ismeri el, hiszen azért a szakma már önnek megadta azokat a díjakat, meg versenyeket nyert. Ez más rangsort jelent most az ön számára? Hát természetesen, hát ugye mindig a legnehezebb a hazai pálya. Itthon, hogyha föllépünk a helyi művelődési központba, akkor mindig itthon a legnehezebb énekelni. Ez ugyanúgy az van, hogy tényleg a karcagi képviselőtestület úgy gondolta, hogy ez az ember mégis megérdemli ezt a díjat. Hát ez nagyon megható, és köszönöm a testület összes tagjának az, hogy gondolt rám, és ezt az elismerést átvehettem, hiszen nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Itt az előbb már nyugdíjban égültem, hogy sokkal is befegetem, de az önnek addig még azért van idő jócskán, gondolom, hogy tervei is vannak. Mi az, ami művészi pályáján még úgy érzi, hogy még szeretne valami olyat elérni, megvalósítani, amit eddig valami miatt nem sikerült? Hát mindenféleképpen a magyar nótának az istápolás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Igaz, hogy jó úton halad. Láthatjuk, hogy Hungarikum lett a magyar nóta. Beindították a Duna Televízión a Jó Ebédre Szól a Nótát, tehát közszolgálati televízióban ismét jelen van ez a szórakoztató zenének, ez az ága, és ennek nagyon örülök, hiszen én úgy gondolom, hogy az én saját munkásságom is valahol benne van ebben, hiszen az, hogy Hungarikum lett, abban is több ember dolgozott, hogy felterjeszt a Hungarikum bizottság elé, és akkor azt át kellett vinni valahol, hogy figyeljenek oda, hogy ez azért nagyon komoly érték a hazánkba, és ezt mindenféleképpen vinni kell tovább, képviselni kell tovább, és én ezt nagyon szívesen teszem, és úgymond töretlenül. De akkor most, ha mondhatjuk azt, akkor ezzel elégedett, hogy ezt sikerült megvalósítani, és akkor már jönnek a különböző tervek, amihez én jó egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Rállomásnak először is szeretném gratulálni az előszerű Isten, és ezt a napodai szolgálti emlékkel megkapta meg. Köszönöm szépen. December óta elkezdte a nyugdíjas életet, amit azért nagyon vált. Mennyiben változott meg az élete? Nosztalgiázik még, bebejár az óvodába, vagy inkább úgy gondolta, hogy azt is lezártam, és van számomra egy másik korszak? Igen, nosztalgiázom, mert még ott van a csoportom, akit kis csoportba, középsőbe vezettem, és bejárok hozzájuk időnként. Együtt volt a karácsonyi ünnepségünk is, és nagyon hiányoznak a gyerekek. A Facebookon is követem, hogy mi történik a csoportba. A óvónénikkel is beszélek minden sűrűn. Ha megyek az unokámhoz az óvodába, akkor mindig bemegyek hozzájuk, és mindig nagy-nagy szeretettel, örömmel fogadnak, és elmondják a kis gondjukat, bajukat, meg hogy mennyire örülnek, hogy találkoztunk. Azt gondolom, hogy ennyi után azért nem is egyszerű elszakadni attól a közösségtől. Mit jelentett önnek ez az elismerés? Nagyon örültem neki, nem számítottam rá, és megkaptam a évpedagógusa díjat is, annak is nagyon-nagyon örültem, és az unokáim is büszkék rá, mert mindig, ha jön hozzánk vendég, akkor az unokáink elővesztik ezeket a díjakat, és akkor megmutatják mindenkinek. Én azt kívánom, hogy még sokáig tudom az unokáim körében jó egészségben együtt lenni, hiszen azért én is látom a közösségi jelenet, hogy azért ők is nőnek, és azért a nagy irányra jobban szükségük van, és jó egészséget kívánok ehhez. Jó, szépen köszönöm. Először szeretnénk gratulálni Gyula Ilona Zsuzsannának, aki a kultúrája díjat kapta. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon meghatódott, amikor hallgatta saját magáról a méltatást. Sok olyan dolgot elmondta például, amit mi is tudtunk, hiszen mi is ott voltunk ezeken a rendezvényeken. Mit jelentett most ez a díjemnek? Igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én úgy gondolom, hogy én egy munkaközösséget képviselek, a testnevelés, gyerekesnevelés munkaközösséget, és kicsit ez a díj, ez mindannyiunké. Tehát ez nem csak az én díjam, hanem ennek a munkaközösségnek a díja is, és ezt most én vehettem át mindannyiunk nevében. És hát hétfőtől ugyanúgy folytatódnak a dolga, és hétköznapokat lesznek a kisomisok.
Milyen csoportja van, mit kell róla tudni a Táncs is 19-ben? Igen. Nagy csoportunk van most a kis kolléganőmmel, nagyon aranyos gyerekek, a Söni csoportosok, és tényleg már most iskolába mennek, nagyon készülnek az iskolára, és nagy szeretettel szoktak bennünket fogadni, hogyha megyünk hozzájuk. Én azt kívánom, hogy sok-sok sikert, de legyen még részem, hiszen azért még nagyon sokat kell dolgozni, hogy mindig van ilyen, de önt ismerve örömmel teszi. Igen, igyekszem az elkövetkezendő időszakban is ugyanúgy folytatni a munkámat, mind a csoportban, mind pedig a munkaközösség vezetését folytatni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Egy gyönyörű díjat tart a kezében Lévené Kovács Róza, a Katolai Sportjai díjat, amiért azért azt gondolom, hogy egy kis testedzés is, hiszen itt viccelődtünk vele, hogy azért ennek súlya van, de azért súlya van annak az elmúlt több évtizedes tájfutói eredménynek is, amit ön elért. Meghatottan vette át a díjat. Mit jelent most ez az ön számára? 45 év. 45 évet futottam tájfutóként, és egy kellemes elismerés a várostól. Örülök annak, hogy saját közösségem elismeri azt, amit teszek évek, évtizedek óta. Emlékszik még a legelső versenyére, hiszen az iszonyú régen volt, de hogy egyáltalán, hogy lett tájfutó? Igen, éppen mondtam a gratulációk közben egykori testvérem tanárnőmnek, Sós Gézelmének, hogy ha egy osztálydíj átadáson lennénk, és utána köszönő beszédet kéne mondani, akkor többek között őt is megemlítettem volna. Nyolcadikos voltam 1972-ben, ki lehet számolni, nagyon régen, amikor bejött testnevelés órára tanárnő, és kérdezte, hogy a hétvégén ki ér rá, lesz egy verseny. Hát én benne voltam mindenben, kézilabdáztam, atlétizáltam, sok minden sportot kipróbáltam, és akkor jelentkeztem egyből. Fogalmam sem volt még akkor, hogy mire jelentkezem, és akkor utána elmondta a tanárnő, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Ez volt egy márciusi időpontban, és arra a reggelre, szombat reggelre leesett a hó. Ez Sándor naptájéka volt. És akkor elkeltem, hó van, mondom apukámnak, hogy jó van, akkor nem megyek, hát ilyen időben biztos nincs verseny. És akkor apukám azt mondta, nagy bölcsem, lányom, ha valamit elvállaltál, akkor kutya kötelességet azt teljesíteni, még akkor is, hogyha hó van. Jó, akkor fogtam utcai cipőben, kicsit melegítősen, kimentem a sportpályára, és akkor kiderült, hogy mégiscsak van verseny. Én azt hittem, hogy ilyen időben nem tartanak versenyt. És ez volt az életem első versenye, mellesleg meg is nyertem, és hát nyilván ez motivált abban, hogy aztán folytassam. Utána Várkúton volt a következő fordulója ennek a városi versenynek. Lévai Sándor sógorom volt akkor ennek az egésznek a mozgatója, és itt indult el a pályafutásom. Igen, és hát az edző is családban maradt, hiszen a férje Kálmán az edző is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó párost alkotnak a sport terén is, és egymást is húznak mindig a versenyeken, viszik előbbre. Igen, van egyfajta kis finom harc, hogy most akkor ki, hogy teljesít, de edzéseken is azért, ha egyikünk egy kicsit fáradtabb, akkor a másik lendít túl, hogy na, még azért menjünk, és minél legyen a teljesítmény, mérjük minden edzésen a török részidejét, és akkor utána nézzük, hogy nem most hogy teljesítettünk ezzel. Hát ez így mindenképpen jó. Kitartást kívánok még, és jó egészséget a sok-sok versenyhez, ami még önök előtt áll. Köszönöm szépen, március első hétvégén kezdődik a fejlődés. Igyekszem majd a díjnak megfelelően teljesíteni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Először is szeretném gratulálni Csinálni Bakó Éva Erzsébetnek a Karcolás Kótra díjhoz. Köszönöm szépen. Meghatottan vett át ezt a díjat, számított rá. Nem számítottam rá, és valóban küzdködtem a sírással, az örömkönnyekkel. Hiával érkezett a díjátadóra. Én azt láttam, hogy nem egy sorban ültek, ugyan, de nagyon büszkén nézte az anyukáját. Igen, valóban így van. Mit jelent önnek a pedagógus pályán, hiszen az évtizedek óta az a pályán van? Mindig pedagógus szerettem volna lenni.
Szabó Lászlóné Magdika néni volt az első tanítónénim, és már első osztályban elhatároztam, hogy én kisgyerekeket szeretnék tanítani. És hál' Istennek a jó tanulmányi eredményem következtében fölvettek a debreceni tanítóképzőbe, elvégeztem, és utána ide kerültem Karcagra, és itt valóban kisgyerekeket taníthattam. Ezzel a méltatásban elhangzott, hogy nem ragadt le, már bocsánat ezért a szóért, de nem ragadt le, hiszen képezte magát, sok-sok olyan új dolgot megtanult, és haladt a korral, a 21. század újdonságaiba is belevágott. Igen, mindig érdekeltek az új kihívások, azok mindig motiváltak engem, és szerettem ezeknek eleget tenni, és hogyha volt lehetőség erre, akkor ezt megléptem. A másik szívügyem volt a minőségfejlesztés, nagyon szerettem ezt a témát, egy nagyon száraz témának tűnik ez, de amikor az ember tanulja, egyre jobban önmagát motiválja, hogy még többet megtanuljon erről a dologról, és ezt is nagyon-nagyon szívesen csináltam, tanultam, és tehát mai napig az iskolában még mindig foglalkozom vele. És hát azért most is a Györfűsen általános iskolában kezdett, most már az Györfűsen katolikus általános iskola. Magdi néni is ott volt, hajlan, mind a kettőnknek ő volt az első tanítónénje. Tehát azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy ugyanoda megy vissza az ember, ahol végzett. Ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény volt, hogy én oda vissza tudtam jutni, ugyanis 10 évig a Kovács Mihály általános iskolában tanítottam, drága Kulcsárpali bácsinál és Kádárné Icike néninél, ők voltak a vezetőim, és 10 év után Pánti Ildikó néni szólt, hogy van egy megüresedett álláshely, és felvesz, hogyha pályázom. Pályáztam és átkerültem. És hogy miért is ragaszkodtam, nem csak azért, mert diákként oda jártam, hanem ott is voltam gyakorlós. Legszebb hónapjaimat ott töltöttem, akkor ott a Györfi István iskolában, és aztán sikerült átkerülnöm, és azóta ott vagyok. Én azt kívánom, hogy akkor sok-sok új dolgot tanuljon meg, és taníthasson meg a kis első és másodikosainak. Köszönöm szépen, most jelenleg 3. osztályt tanítok. Olyan sok dolgot már nem tudok megtanulni, mert 2 év múlva nyugdíjba megyek, úgyhogy addig még megpróbálok, amit kell, vagy amilyen kihívások elé kerülök, biztos, hogy belevágok azokba is. Jó, erőt, egészséget kívánunk ehhez, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel gratulálok Gánóczi Ferencnek, a Szent Antal Középiskola pedagógusának a Városkultúra születésű. Köszönöm szépen. Büszke, félmagyar. Itt azért hallottuk, hogy nem egyenes út volt Karcagig a pedagógus pályája, de már most azért régóta Karcagon dolgozik. Beilleszkedett már Karcagon, hiszen azért tudjuk, hogy a családot is itt alapított. De milyen érzés volt itt ezzel például szakének, hogy Matyó és Kunok, tehát ezt én éreztem, amikor idejött. Még most is érzem. Egy nagyon erős közösségből jöttem, Mezőkövesd egy zárt közösség, egy zárt kultúra, és egy ugyanilyenbe csöppentem bele. Tehát ez is egy nagyon zárt kultúra, és lehet, hogy én mindig mezőkövesdi leszek a szívem mélyén, de nagyon örülök, hogy Karcagra kerültem. És nem tudom, ezek szerint befogadott ez a közösség, örülök neki, ha így van. Mit jelentett ez a díj? Egy óriási megtiszteltetés, az lehet, hogy elcsételtnek hangzik, de valóban ez, tehát megtisztelve érzem magam. És hát ahogy elmondtam a színpadon is, biztatásnak érzem. Önnek azért pedagógusként már jelent a magyar kultúra, hiszen tanítja pedagógusként is ezt. Mi az, amit a diákjainak a magyar kultúra napján esetleg elmondott, vagy legfontosabbnak tart, hogy tudjanak róla, azon kívül, hogy Kölcsey és himnusz, azon túl mi az, amit még fontosnak tart számukra? Ez nagyon nehéz kérdés. Én semmi másról nem beszélek, csak a magyar kultúráról egész életemben. Tehát ebben élünk benne. Ahogy a püspök úr mondta itt az ünnepi beszédben, magyar nyelv, nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy fogalmazott, hogy belélegezzük a világot, és kilélegezzük a mi kultúránkat. Ez szerintem is így működik. Tehát akiben vannak érzelmek, az ezt teszi, hogy a magyarként a magyar kultúrát lélegzi ki. Tehát én azt kívánom, hogy legyen még sok-sok sikerélménye a tanítványaival, és sok olyan értéket tanítsam, hogy nekik a mely része a magyar kultúrának. Köszönöm szépen, igyekezni fogok.